Vállalta a vitát az írásáról, és részt vett volna az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Demeter Szilárd, de hiába várták tegnap este. Felhatalmazott minket annak közlésére is, hogy ő ugyan jönne, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma megtiltotta neki, hogy nyilatkozzon. A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának írása néhány napja jelent meg a kormánypárti Origón. Ebben többek között azt írta, idézem, Soros György a liberális Führer, és hogy idézem, Európa Soros György gázkamrája, ahol mi vagyunk az új zsidók. Az írását visszavonta és a Facebook oldalát is törölte, miután több magyarországi és nemzetközi zsidó szervezet és számos író is felháborítónak találta a cikket, de a 444.hu-nak eljuttatott körüzenet szerint, amelyet kollégáinak küldött, nem mond le a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről. Idézem, márpedig addig vagyok főigazgató, amíg a fenntartó nem dönt másképp. A Szépírók Társasága közleményben azt írja, magától értetődőnek tekinti, hogy a döntéshozók késlekedés nélkül kiírnak egy új, nyílt pályázatot a Petőfi Irodalmi Múzeum élére. Kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy miért nem engedték Demeter Szilárdot nyilatkozni, és hogy menesztik-e a posztjáról, de adásunkig nem válaszoltak. Közben egy nap alatt 26 ezerre nőtt azoknak a tábora, akik aláírták a cikk ellen tiltakozó petíciót. Demeter Szilárd ügyéről a Demokratikus Koalíció képviselője kérdezte Gulyás Gergely minisztert mai bizottsági meghallgatásán. Vannak a 20. században olyan tragikus történelmi események, amelyekkel való összehasonlítással nagyon óvatosnak érdemes lenni, mert jogosan sért érzelmeket és érzékenységeket, és éppen ezért tartom helyesnek a cikk visszavonását. Ugyanakkor utalt a jobbikos Bíró László ügyére is, akit korábban antiszemita kijelentései ellenére az ellenzéki pártok közös jelöltként indítottak az októberi időközi országgyűlési képviselőválasztáson. Bíró László bocsánatot kért, de akkor a kormánypártok szerint az nem volt elég. Ha valaki így gondolkodik, az azt jelenti, hogy antiszemita. És azt pedig nem lehet magyarázni, és azt nem lehet csupán egy botlásnak tekinteni egy ilyen embernek és helye a közéletben. Demeter Szilárdot, ahogy napok óta, ma is hiába kerestük, nem nyilatkozott.